A háború kezdete óta nem látott méretű légitámadást intézett az orosz hadsereg a fronttól távol eső ukrajnai célpontok ellen hétfőn. Több mint 10 civil meghalt, az ország jelentős részén áramkimaradások voltak. Kijevet több hónapnyi szünet után lőtték újra. Mindenhol ez van a városban, fél óránként átrepülnek felettünk, 7-szer, 8-szor, 9-szer is, mondta egy helyi. A főváros polgármestere szerint a kormányzati negyed közelében is csapódtak be rakéták. Látjuk a betört ablakokat és a megsérült infrastruktúrát. Ezeket megjavítjuk majd, de aki most meghalt, azt hogyan hozzuk vissza? Ártatlan emberek vesztek oda a városunkból. Hazudoznak a különleges katonai műveletről, de Kijev az agresszora megszálló célpontja maradt, nyilatkozta Vitalij Klitschko. A kijevi metróban ismét ezrek keresnek menedéket. Az Euronews riportere a helyszínen kérdezte az életüket féltő embereket. Aggódunk. A helyzet február 24-ére emlékeztet minket, amikor egész Ukrajnát bombázták. Csak most jöttem vissza, hogy tanuljak, de újra online lesz az oktatás és visszamegyek külföldre, mondta egy fiatal lány. A barátnője pedig arról beszélt, hogy nagyon nehéz elfogadni, ami történik, azután, hogy már kezdtek stabilizálódni a dolgok. Nem tudja az ember, hogy mit csináljon, merre fusson, hová bújjon, tette hozzá. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Krímet Oroszországgal összekötő hídon történt robbantással indokolta az átfogó támadást.